Minden a gyereksorokból jön kezünkbe, hogy hát természetesen a gyerekekkel vagyunk egyértelmű. Most van mondjuk egy komoly kapcsolatom, azt hiszem, hogy annak mondható. Hát a gitárral is viszonylag komoly, most mondjuk ezzel nem annyira foglalkozok, a Jupillerrel is. Ezt már mondható komoly kapcsolatnak már. Azért még olyan állapotban nem kerültem, mint a nők, mondjuk alkohol nélkül, hogy simán négy kézzel mennek be a szobába, és akkor hát, ha valaki hátulról megigazítja ki szalvacskájával, de nem rossz. És hát így gondolkoztam ezeken a dolgokon, hogy a finanszírozáshoz kellene a zenei pályán már azért komoly sikereket érhetnék el. Persze, hogyha lenne, hogy gyakorolnom meg hasonló, de hát úgy nem annyira sikerül. Most próbálom elmagyarázni a Rózsa Luxemburgnak, akik buzikat támogatnál, az nagy mértékben érett. Az olyan, mint mikor a tehén a tehénnel próbálok birkózni, aztán abban soha semmi nem lesz. Legfeljebb birkózás, hogy gyakorlatilag a paraszt is van, amelyik leszedi az élet termést, van, amelyik már, mikor megérett már azonnal, van, amelyik hagyja elrohadni, hát már 20-25 éves korban a nők, azok már tényleg rohadtak. De nem mindegyik azért, de némelyik még úgy mutat valamit a formájában, hogy valamikor élet volt. De gyakorlatilag az ember az társas lény, és hát 15-16-17 évesek már vannak némelyik olyan állapotban, mint mikor Rambó megjelent, Mellizommal, meg hasonlókkal rendelkeznek, ez teljesen természetes. És hát a Jupiller a szellemi érettségben szerintem mindenkinek segít, én legalábbis ajánlom, én sokkal okosabb vagyok azóta, mióta ezt iszom, meg sokkal kevesebb pénzem van. Hát persze azért nem rendszeressége van, amikor hónapokat nem iszok, annyira szörnyű világ, hogy nem igaz. Olyankor, akkor mindig úgy érzem magam, hogy a világháború már így megtörtént, vagy abban élek. És hát vannak napok, mikor azért szerencsésebb helyzetben vagyok innen kerekserokból, és gyakorlatilag most a gyerekek nem tudtak eljönni, vagy esetleg még nincsenek annyira ráhangolódva a dologra, de hát ismertem egy gitártanárt, aki tanított engem gitározni. Hát a gitártanár az félig meddig pedofilia volt, bár hát úgy hallottam, hogy 16 év alatt azért nem kezdett senkivel, hát ennyire hülye, hogy lehet, na mindegy, és akkor sok mindent átadott nekem, és gyakorlatilag ezek a dolgok is örökülődnek, hogy olyankat másra is tudjuk használni. Szóval nem akarom ennyire emigrázni, és gyakorlatilag nem is ettől a videótól várom a népszerűségem, csak egyszerűen megittem pár Jupillersört, és van pár mondani való. Hát végülis Orbánék is így gondolkoznak, hogy gyakorlatilag az adózók még nem érettek meg, hát ők már olyan 11 éves korban leszedik őket, de mindegy, hát én ennél sokkal türelmesebb vagyok, megvárom, még azért olyan szintre érik, legalábbis visszatérek az életbe ilyen szinten, aztán majd felülünk, kiválogatom, hogy melyik olyan, amelyik jó minőségű évjárat, meg melyik nem, meg aztán kellene autó is. Tehát erről ti gondoskodjatok, bazd meg, hát kurva anyátok.